Az egyetem központi épületeként kiemelten fontos számunkra a példamutatás a zöld gondolkodásban. Megkérdeztünk titeket, itt dolgozókat a közlekedés, az étkezés, a hulladékkezelés és a környezettudatosság témakörökben a szokásaitokról, és a válaszokat összegeztük. Közlekedés. A legtöbben vonattal utaztok Szegedre, de busszal és telekocsival is sokan közlekedtek. Sokan jártok autóval, de szerencsére a többi eszköz népszerűbb. Ha teheted, választ te is a vonatot, de ha ragaszkodsz az autódhoz, keresd társakat az utazáshoz. Szegeden a munkába járáshoz sokan használjátok a tömegközlekedést. És a kiemelkedő kerékpárút hálózatnak köszönhetően többen bicikliztek, mint gyalogoltok. A városon belül viszont egyértelműen az autót választjátok a legtöbben. Ha tehetitek, válasszatok környezetbarát megoldásokat ehelyett, erre már találhattok akár alternatív követendő példát is. Étkezés. Sok dolgozó itt a TIG-ben fogyaszt valamilyen ételt, amit vagy otthonról hoz, vagy boltban vásárol, esetleg kiszállítással rendel. De sokan étkeztek étteremben, vagy a TIG kávézójában is. Ez a mindennapi szokásokon múlik. Ha teheted, kerüld az eldobható csomagolást, ne gyárts élelmiszer és műanyag hulladékot, vásárolj nagy kiszerelésben, és használj saját palackot. Próbáld mindig a környezettudatosságot szem előtt tartani. A húsfogyasztási szokások nem mutatnak eltérést a magyar átlagtól. Mégis érdemes elgondolkodni a napi húsfogyasztásodon. A dolgozók csupán 5%-a nem fogyaszt húst. A hulladékkezelés ezzel szemben tanulságosabb eredményeket mutatott meg. Sokan gyűjtitek szelektíven a hulladékot, legnagyobb arányban a műanyag és papír hulladékot. Az üveg, fém és veszélyes hulladék szelektív gyűjtése is megoldott. Bátran használhatjátok, ha ilyen típusú hulladék keletkezik. A szelektív hulladékgyűjtő hely felett elhelyezett tájékoztató a segítségetekre lehet. A környezettudatos életmód nálunk a munkahelyi kultúra része. Ezt példamutatáson keresztül lehet a legjobban népszerűsíteni. A TIG az egyetemi élet középpontjaként meghatározó szerepet tölt be a városban, ezért nem csak a diákoknak, hanem a város lakosságának is példát mutatunk előremutató gondolkodásunkkal. Láthatod, hogy egy kis odafigyeléssel te magad is óvhatod a környezeted. Figyelj, tájékozódj, ne becsüld alá a döntéseid súlyát. Tegyünk együtt a jövőnkért. Széchenyi 2020. Készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából.